Boldogan kerékpároznak a gyerekek a megújult Munkácsi úti óvoda udvarán Pakson. A nagy melegben, ha megszomjaznak, az udvaron kialakított ivókutnál oldhatják szomjukat, de a mostani 35 fokos kánikulában a párakapu alatt is felfrissülhetnek. Jövőnk energiája, a térségfejlesztési alapítványhoz pályázott az önkormányzat. Egyrészt abból a keretből, abból a forrásból valósítottuk meg, másrészt azért jelentős önkormányzati forrást, önerőt kellett biztosítani ahhoz, hogy ez a két óvodaudvar ilyen szépen megújuljon. A csapadékvíz elvezetés is megoldásra került, az udvar szintkülönbsége miatt a két udvarrész közé támfal is épült, rajta rozsdamentes acélból készült korláttal. Új játékok, hinták, mászókák, csúszdák, valamint kis házikók, homokozók is kerültek az esztétikus udvarra, melynek nagy részét öntött gumi és homok takarja be. A homokozó fölött árnyékoló védi a kicsiket a káros napsugaraktól, de a terebélyes lombkoronák is árnyékot biztosítanak, hisz a felújítás során egy fát sem kellett kivágniuk. Ezzel egy 21. századi szép, biztonságos játszóudvara lett az intézménynek. Nekem még itt a fönti udvarban az a hajó tetszik, mert ott kormányozni is lehet, meg nézelődni rajta. A jövőben a többi tagóvodákban is hasonló fejlesztések várhatók az atomvárosban. A lakótelepen az óvoda épületek is felújításra kerülnek, hogy a Paks 2 beruházás kapcsán ideérkező családok gyermekeinek is férőhelyet tudjanak biztosítani.